Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Húsvét 6. vasárnapja van. Jövő vasárnap Urunk mennybe menetele ünnepe lesz, a húsvéti időszak utolsó vasárnapja tulajdonképpen, majd rá egy hétre az egyház egyik legnagyobb ünnepe, a karácsony és Húsvét után a pünkös, a Szentlélek eljövetele, és tulajdonképpen a mai evangéliumban már Jézus utal is a Szentlélek eljövetelére, erre készít föl bennünket már a mai evangélium is, mint egy előre tekintésképpen a pünkösdre. Ezt a szent misét Szent Rita tiszteletére egy élő családért mutatom be, illetve a plébániai közösség egyik tagját, Kasztl Mártát sztrók érte a mai napon. Kérem, hogy ebben a szent misében különösen mély szeretettel, rágondolással imádkozzunk érte a gyógyulásáért. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk föltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben a pizidiai Antiókiában vita támadt a hívek között. Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek. Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt Pál és Barnabás, valamint közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen fel Jeruzsálembe, és ebben a vitás ügyben forduljon az apostolokhoz és a presbiterekhez. Jeruzsálemben az apostolok, a presbiterek és az egész egyház jónak látta, hogy kiválasztanak maguk közül néhány férfit, és Pállal meg Barnabással Antiókiába küldjék őket, mégpedig Júdást, más nevén Barszabbást, meg Szilást, akik a testvérek között vezető szerepet vittek. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik Antiókiába, Szíriába és Kilíkiában élő pogányságból megtért testvéreiknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan, megbízásunk nélkül tanítva, megzavartak titeket, feldúlták a lelketeket. Ezért közmegegyezéssel elhatároztuk, hogy kiválasztunk néhány férfit, és elküldjük őket hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik egész életüket Urunk Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. Elküldtük hát Júdást és Szilást, ők majd élő szóval is elmondják nektek ezeket. A Szentlélek és mi magunk is úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a szükségesnél, annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott eledeltől, a vértől, a folytott állattól és az erkölcstelenkedéstől. Ha ezektől tartózkodtok, helyesen jártok el. Jó egészséget! Ez az Isten igéje. Szent Lecke a jelenések könyvéből.
János apostol így beszél látomásában a megdicsőült egyházról. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta, ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. De templomot nem láttam benne, mert a mindenható az Úr, az Isten és a bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a bárány. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Ezek az evangélium igéi. Mikor papnövendék voltam, a teológiai tanulmányainkhoz hozzá tartozott már a vége felé, mikor közel voltunk a diakónus és papszenteléshez, hogy kellett gyakorolnunk, prédikálni. Volt egy külön óra a teológián ezzel kapcsolatban, volt ott egy idősebb atya, aki nagy prédikátor volt, tudta, hogy hogy kell jól prédikálni, és hát mi papnövendékek részt vettünk az órán, minden órára ki volt jelölve egy evangéliumi szakasz, a tanár jelölte ki, aki készített föl bennünket, és minden órán el kellett mondanunk egy 5-10 perces prédikációt, és akkor az atya, aki tanított minket, ő is elemezte, hogy mik voltak az erényei, az erősségei, mik voltak a hiányosságai az elmondott prédikációnak, illetve mi papnövendékek is az egymás által elmondott prédikációkra reagáltunk. Szintén, hogy mi volt jó benne, mi lehetett volna javítani, vagy mit lehetett volna másképp csinálni.
És a legfontosabb dolog, amit ott hangsúlyozott a prédikátor, az atya, aki készített bennünket, ami a legalapvetőbb fundamentuma a prédikálásnak, az az, hogy mindig szem előtt kell tartani a papnak azt, hogy mikor kiáll a szószékre, akkor neki nem azt kell mondania elsősorban, amit ő gondol személyesen, egyénileg, hanem az egyház tanítását kell közvetítenie. A prédikáció nem arra való, hogy az ember egyéni öntetszelgését kiélje a szószéken, és azt mondja, ami az ő véleménye. A prédikáció az egy hivatalos feladat, az egyház bízza meg a papot, hogy a szószékről az egyház tanítását közvetítse. Ez persze nem jelenti azt, hogy a pap az ő személyes gondolatait ne tehetné hozzá, de mindig tekintettel kell lennie arra, hogy neki elsősorban az egyház tanítását kell közvetítenie, és a személyes gondolatai is, amiket belefűz a prédikációba, azt a célt kell, hogy szolgálják, hogy az egyház tanítását ezzel megerősítse. Most miért mondtam el ezt a kvázi kulisszatitkot a prédikációról? Azért, mert tulajdonképpen a mai evangéliumban valami ilyesmiről van szó. Jézus nyilvánvalóvá teszi a tanítványok előtt, ebben az úgynevezett búcsú beszédében, amit hallunk, ezt az utolsó vacsorán mondja, mint egy búcsúzásképpen összefoglalja nagyon hosszan a tanítását, és az elmúlt napokban ezeket a szöveg részleteket olvastuk fel. Tehát ebben a búcsú beszédben azt mondja, hogy a tanítás pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az atyáé. Az atya tanítását közvetít Jézus. Nem azért jött a világba, hogy öntetszelegjen, ezt a szót használom, hanem neki megvan a küldetése, az atya bízta rá mindazokat a dolgokat, amelyeket el kell mondania. Természetesen Jézus nyilvánvalóan, mivel ők egylényegűek az atyával, az atya és a fiú egylényegű, nyilvánvalóan ugyanazt gondolja, ugyanazt tanítaná önmagától is, mint amit az atya rábízott, de mégiscsak elismerve az atya elsőségét a Szent Háromságban, ezt mondja, hogy az atya tanítását közvetítem nektek, nem pedig a saját magam által elképzelt, kimódolt dolgokat. A prédikátornak is ez a feladata, nem a saját gondolatait, hanem az egyház gondolatait kell közvetítenie. De milyennek a tanulsága a mi életünkre? Én azt látom a mai világban, hogy hát főleg a fiatalokat, rájuk ez nagy hatással van, arra buzdítják, hogy legyen önálló véleményed, gondolj a világról, amit szeretnél, gondolkodj úgy, ahogy az neked tetszik. Ezek nagyon jól hangzó gondolatok, és azt gondolom, hogy van is bennük igazság, csak azt gondolom, hogy igazán megalapozott egyéni véleményt csak úgy lehet kialakítani bármiről, és ezt sok esetben elfelejtik a fiataloknak mondani, hogy mielőtt kialakítom az én saját véleményemet a világról, emberekről, kérdésekről, jelenségekről, előtt azért érdemes nálunk okosabb embereket megkérdezni erről. Vagy meghallgatni olyan véleményeket, amelyek talán körültekintőbbek, megalapozottak, mint a miénk. Azt látom a mai fiatalokon, meg nem csak a fiatalokon, idősebb korosztályon is, hogy a véleményüket az érzelmeik alapján alakítják ki. Amit úgy belül a szívem diktál, az alapján gondolok valamit a világról. Nem nagyon érdekelnek az érvek, nem nagyon érdekel a racionalitás, nem nagyon érdekel a logika. Valamit érzek a dologgal kapcsolatban, az érzelmeim valahogy befolyásolják a gondolataimat, és akkor az adott kérdésről, az adott jelenségről, emberről, én azt gondolom, amit az érzelmeim diktálnak. Az érzelmeink azok nagyon fontosak a mindennapi működésben, de nem szabad, hogy az érzelmeink, az eszünk, a ráció, a szellemünk fölé kerekedjen. Amikor gondolnunk kell valamit a világról, akkor ott ne az érzelmeink legyenek a meghatározóak, hanem a gondolataink. Márpedig, ha azt szeretnénk, hogy a gondolataink azok
érettek legyenek, alkalmasak arra, hogy a világról valamit, véleményt kialakítsunk, akkor érdemes okosabb emberekhez fordulni. Hogyha valaki beteg és orvoshoz fordul, azt mondjuk, hogy ez egy józan ember. Ha betegek vagyunk, meg kell kérdezni az orvost, hogy mi a teendő. Ha valaki beteg és nem orvoshoz fordul, hanem ő elkezd magának mindenféle szereket potyvasztani, meg elkezdi magát gyógyítgatni, akkor azt mondjuk, hogy hát ez mutatság. Okosabb embert kérdez meg róla, hogy egyáltalán mi bajod van, milyen gyógyszerek vannak erre, stb. Stb. Hogyha arról van szó, hogy a világról mit gondolunk, akkor arra büszke valaki, hogy ő nem kérdez meg senkit erről a dologról. Én saját magam alakítom ki a véleményem. Hát, hogyha valami betegségünk van, és az a bölcs döntés, hogy az orvost, a nálunknál bölcsebbet megkérdezzük, akkor, mikor véleményt alakítunk ki a világról, az életről, az életünkről, hogy hogyan rendezzük az életünket, mit gondoljunk jelenségekről, akkor miért nem természetes az, hogy a nálunk okosabbakat kérdezzük meg? Sok ember mondja, hogy hát nekem az egyház meg a papok nem mondják meg, még hívek is vannak ilyenek, akik bizonyos kérdésekre így reagálnak, nem mondják meg nekem, hogy mit gondoljak a világról. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni, az egyház egy 2000 éves intézmény. Amiket az egyház mond a világról, azt nem a papok mondják, hanem az egyháznak van egy 2000 éves tapasztalata. A hit kérdéseiről, az erkölcs kérdéseiről, hogyan érdemes az életünket rendezni, mit érdemes csinálni, és mit nem érdemes csinálni, milyen utat érdemes járni, ha boldogok szeretnénk lenni, mit jelent a valódi szeretet ember és ember között. Az egyháznak erről 2000 éves tapasztalata van. Mondhatni, hogy az egyház ebben okos, mert volt 2000 éve, hogy tapasztalatokat szerezzen. Én ezért azt gondolom, ahogy betegség esetén orvoshoz fordulunk, mikor az életünk nagy kérdéseiről van szó, erkölcsi kérdésekről, az életvezetésünk kérdéseiről, akkor ebből a szempontból az egyház orvos, okos. Neki 2000 éves tapasztalata van ezekről a kérdésekről. Ugye nagyon hasonló a helyzet, mikor egy fiatal megkérdez egy idősebb, tapasztaltabb embert, hogy ezt hogy kellene csinálni. Mert az idős embernek már van 40, 50, 60, 70 éves tapasztalata, a fiatalnak csak 10-20 éves tapasztalata, megkérdezi, hát illetve régen megkérdezt, ma már ez is egyre ritkább, de a fiatal megkérdezte az idősebbet, te már több mindent megtapasztaltál, bölcsebb vagy. Nem biztos, hogy okosabb az idősebb, szellemileg többet tud műveltebb, de bölcsebb. Az okosság és a bölcsesség nem ugyanazt jelenti. Ugyanígy lehetünk az egyházzal is, ha kérdés van bennünk, nem biztos, hogy az érzelmeink mentén rögtön ki kell alakítani valamilyen véleményt, majd én eldöntöm. Érdemes megkérdezni azt, akinek 2000 éves tapasztalata van már alapvető és fontos kérdésekről. Érdemes az egyházat megkérdezni. No, ez az első dolog, amit az evangélium kapcsán el akartam mondani. Ahogy Jézus az Atya szavát közvetíti, és nem a sajátját, nem okoskodni akar önállóan, nekünk is érdemes meghallgatni a bölcsebbet, az elsőt, az egyházat, és úgy kialakítani a véleményünket, úgy véleményt alkotni dolgokról. A Szentlélek a következő dolog, amiről az evangélium kapcsán szólnék. A Szentmise elején is utaltam rá, hogy már mintegy az evangélium előkészít bennünket a pünkösdre, mikor azt olvassuk, hogy a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre. Jézus a Szentlélek eljövetelét elővételezi a mai evangéliumban. Bennem kamaszkoromtól fogva volt egy hiányérzet, hogy milyen jó az apostoloknak, milyen jó volt az apostoloknak, hogy ők személyesen találkozhattak Jézussal. És tulajdonképpen mi, akik sok évszázaddal, évezreddel Jézus után élünk, nekünk ez nem adatik meg itt a Földön. Miért pont abba a korba született Jézus, amelyikbe született? Miért nem ebbe a korba? Miért nem nekünk adatik meg ez, hogy Jézussal, mint emberrel személyesen
találkozhassunk. És valahogy a Szentléleknek a jelentőségét akkor föl sem mértem, mert én úgy gondoltam, hogy na azért az az igazi élmény, vagy az lehetett az igazi élmény, hogy magával Jézussal találkozni, és ez az apostoloknak, a tanítványoknak milyen nagy öröm lehetett. És a Szentléleknek a jelentősége pont ebben van. Jézus emberként nem tud minden emberrel személyesen találkozni, még életében sem tudott minden emberrel személyesen találkozni. Vándor prófétaként egy viszonylag kis földrajzi területet járt be, hát ott azért nagyon sok emberrel találkozott, de igazán mély kapcsolatba a 12 tanítványával került, az nagyon kevés. De hát az emberi létünk az ilyen korlátozott, hogyha testünk van, már pedig Jézusnak teste volt, ugye megtestesült, a megtestesült Isten, ez bizony egyfajta korlátot is adott neki. Nem tudott minden emberrel személyesen találkozni, nem tudott minden emberrel személyes szeretett kapcsolatot kialakítani közvetlenül. A Szentlélek pont erre van, hogy ilyen anyagul fogalmazza meg a dolgot, hogy a Szentlélek az idézőjelben végtelen sokfelé tud osztódni, és mivel a Szentlélek magának, Jézusnak és az Atyának a lelke, mikor azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket, akkor arról biztosít bennünket, hogy habár mi Jézussal testi valóságában közvetlenül nem találkoztunk, de ha a szívünket megnyitjuk a Szentlélekre, akkor tulajdonképpen találkozhatunk mindannyian személyesen Jézussal. Hát elsősorban az imádságban ennek a találkozásnak az alapja, az az imádság, a nyitott szívvel végzett imádság, és akkor megtapasztalhatjuk az imádságban Jézus szeretetét, valamilyen formában a békéjét, a jó tanácsait, stb. A Szentlélek biztosítja azt, hogy minden ember túllépve a Jézus teste adta korlátokat, hogy nem tud mindenkivel egyesével személyesen találkozni, a Szentlélek mégiscsak biztosítja azt a számunkra, hogy akárhány ember születik a Földön, mindegyik a Szent Lelken keresztül Jézussal személyes kapcsolatba tud lépni. Ez adja a Szentléleknek a nagy jelentőségét. Ha a Szentlélekkel találkozunk, ha megnyitjuk a szívünket a Szentléleknek, akkor Jézus lelkével találkozunk, Jézus lelkével találkozhatunk az imádságban. Ezt kell nagyon tisztán látni, és ez adja a pünkösnek a jelentőségét is, amelyet majd két hét múlva ünneplünk. A harmadik dolog, amiről fontos beszélnünk az evangélium kapcsán, a békesség. Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Rengetegszer elhangzik a Szent Mise szövegében is, könyörgésekben, az állandó részek szövegeiben a béke szó. Hát a mai világban különösen is érezzük a jelentőségét az orosz-ukrán háború kapcsán. A médiában is nagyon sokszor elhangzik ez a szó, a béke. Kifejezi az emberek vágyát arra, hogy tényleg legyen már béke. De itt elsősorban nyilvánvalóan Jézus a lelki békéről beszél. Ami egyébként azt gondolom, hogy a világ békéjének is az alapja lenne. Ha minden ember lelkében belül békesség lenne, akkor nem lennének háborúk. Ha olyan politikusaink lennének, és a világ politikusai olyanok lennének, hogy béke lenne a szívükben, kiegyensúlyozottak lennének, akkor valószínűleg nem lennének háborúk, nem lennének konfliktusok. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon idealisztikus kép, pont azért, mert annyi ember van, és annyi dolog tehet bennünket békétlenni, hogy nem nagy a valószínűsége annak, hogy minden ember megleli a belső lelki békét, de hogyha meglelni ezt minden ember, akkor sokkal jobb hely lenne a világ. Mit jelent a lelki békesség? Én azt gondolom, hogy a lelki béke kifejezés az ugyanazt jelenti, mint a boldogság. Én szívesebben is használom a boldogság szót. A mai világban már eléggé elcsépelték. Így legyél boldog, úgy legyél boldog, mindenki oktat bennünket a boldogságról. Én sokkal szívesebben használom a boldogság szó helyett egyrészt az elégedett
elégedettség szó. Elégedett vagyok az életemmel, mert ebben benne van az a szó, hogy elég. A boldogságnak az alapja, ki tudom mondani azt, hogy elég. De most nem erről akarok beszélni, hanem a békéről. A békesség a másik szó, amit a boldogság helyére be lehet helyettesíteni. Úgy is definiálhatnám a boldogságot, hogy az az ember boldog, akinek a lelkében békesség van. A boldogság az a lelki békesség. Nem jelenti a lelki békesség azt, hogy egy ilyen állandó jól létet. Mert a legtöbben így képzelik el, hogy akiben lelki béke van, aki boldogan vannak, egy állandó jól léte van, és sose érzi rosszul magát. Nem. Az érzelmeink jönnek, mennek, érnek bennünket hatások, konfliktusok vannak, megsértenek bennünket, mi megsértünk másokat, anyagi nehézségeink vannak, azok is érzelmileg megviselnek bennünket. Rengeteg féle olyan dolog adódhat az életünkben, ami békétlenséget okozhat. Nehéz, rossz érzéseket okozhatnak. A lelki békesség inkább azt jelenti, hogy a felszín alatt, a mindennapos érzelmi hullámzások felszíne alatt a lelkünk mélyén, ha képesek vagyunk erre és mélyen belenézünk a lelkünkbe, ott lent mélyen van-e bennünk valami alapvető nyugalom, békesség, mindazon dolgok ellenére, amelyek azért nap mint nap érzelmi hullámzásokat okoznak nekünk. Kicsit olyan ez, mint a tenger. A tengernek a fölső 1-2 méteres rétege az folyamatosan hullámzik. Viharok vannak, ott a víz részecskéi össze-vissza mozognak. De hogy megyünk lefelé a tengerben, az óceánban, a víztömegek azok egyre nyugalmasabbak. A hőmérsékletük egyre kevésbé változik, egyre kiegyensúlyozottabb, állandóbb a környezet. Na valahol a békés emberi lélek is ilyen, a felszínen ott vannak hullámzások, de lenne a mélyen, ott van valami alapvető nyugalom. Ezt kellene megnézni magunkba, olykor-olykor magunkba tekinteni, hogy na ott lent mélyen bennem azért van-e valami alapvető békesség a mindennapos nehézségek ellenére is. Vagy ha nem békesség van ott bennem, akkor mi? Három dolog szokott alapvetően lenni a békesség helyén, az emberekben, ott lenn mélyen. Az első a félelem. A második valami hiány, a harmadik pedig valami düh, harag. Lehet mind a három is, meg ezeknek mindenféle kombinációja és különböző arányban való keveréke. Ha ezek vannak lent bennünk mélyen, ezek közül bármelyik, vagy ezeknek a keveréke, akkor nincs bennünk békesség. Félelem, még egyszer mondom, félelem, düh, és valami hiány, hogy valami még kellene az életünkben. Hogyha ezek vannak a lelkünk mélyén, akkor a békesség hiányzik belőlünk. Na most nagyon nehéz, és az egy külön prédikáció témája lehetne, hogy hogyan lehet a lelki békességet megteremteni. Csak nagyon röviden, azért az egyház erről is mond valamit, hogyha a félelem egy alapvető, meghatározó belső magva a lelkünknek, az egyháznak erre ott van a remény szava, a remény lehetősége. Akiben egy belső félelem uralkodik a lelke mélyén a békesség helyett, annak a reményt, mint isteni erényt kell magában erősítenie. Erről is lehetne külön hosszan beszélni. Akiben düh van, hát elsősorban valaki iránt szokott bennünk düh lenni. Az egyház erre beszél, hogy ezt meg tudjuk gyógyítani, és békességet tudjunk teremteni, a megbocsátásról beszél. Ami megint egy külön hosszú téma lehetne, hogy hogyan tudunk megbocsátani, egy nagyon nehéz és több lépcsős, sokszintű folyamat. Ha pedig valami hiány van bennünk, úgy érezzük, hogy valami nincs meg az életünkben, arra pedig az imádságnak a gyakorlása. Ha valami űrt érzünk magunkba, akkor azt az űrt be kell tölteni. A legtöbb ember mivel akarja betölteni az űrt? Hát nagyon változó, mindenféle bálványokkal, ezeknek a sorát lehetne mondani, anyagi
biztonsággal, mindenféle élvezetekkel, ma már a technikával, tehát rengetegféleképpen próbáljuk ezt az űrt betölteni magunkba. Hát sajnos az az űr, ami bennünk lehet, az, hát hogy így mondjam, Isten alakú az az űr, tehát csak Isten passzol bele pont, Isten tudja azt az űrt betölteni bennünk. Úgyhogy az egyháznak van válasza ezekre, hogyha magunkban nézünk és nem békességet érzünk ott belül mélyen, hanem félelmet, vagy dühöt, vagy hiányt, akkor az egyháznak megint itt a 2000 éves tapasztalata, hogy mi segíthet bennünket belső békességre, vagyis boldogságra. A mai szentmisében arra buzdítalak benneteket, kedves testvérek, hogy kifejezetten imádkozzatok ezért, hogy ez a béke megteremtődjön bennetek. Nézzetek magatokba a mai szentmisén, hogy egyáltalán egy alapvető békesség van-e bennetek, vagy nem. És hogyha nem, akkor nyissátok meg a lelketeket, és imádkozzatok ezért, hogy a bennetek lévő félelem, harag, hiány, az békességgé tudjon alakulni, mert át tud alakulni békességgé. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő. Testvéreim, Krisztus Urunk a béke fejedelme. Kérjük az ő békéjét magunk és az egész világ számára. Küldd el, Urunk, a vigasztaló szent lelket, hogy megtanítsa a világot a te békéd evangéliumára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ajándékozd meg egyházadat békével és egyetértéssel, és add meg teljes egységét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ébrezd rá a világot, hogy ne a fegyverek erejében, hanem a testvéri egybetartozás munkálásában lássa a béke biztosítékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg a családtagokban az egymás szolgálatára kész szeretetet, a béke kötelékét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vedd el rólunk bűneink nyomasztó terhét, hogy megkönnyebbült lélekkel élvezhessük a tiszta lelkiismeret békéjét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Dicsőséges királyunk Jézus Krisztus, tiéd minden hatalom a mennyben és a földön. Hallgass meg esedező néped imádságát, adj igazi és tartós békét földi életünkben, utána pedig védj fel minket az örök béke honába,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt. Add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Isten. Emeljük föl szívünket. Amen. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva neked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Kalazanci Szent József atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét árasz szívünkbe, Krisztus a mi Urunk által. Következőket hirdetem. Május hónapban minden hétköznap este 6 órakor a Lorettói litániát végezzük a szűzanya tiszteletére. Szeretettel hívunk minden szűzanyát tisztelő testvért erre a májusi litániára. Köszönet azoknak, akik eddig is kitartó buzgósággal jöttek minden este, és remélhetőleg ezután is a szűzanyát köszönteni. Az ő anyai oltalmazó szeretete legyen mindig velük és segítse őket az életben. A mai vasárnap egyben Szent Rita ünnepe is, délelőtt a 11 órai szentmisén lesz a szokásos rózsaszentelés. Illetve imádságos szeretettel köszöntjük mindazokat a testvéreinket, akik a héten ünneplik név vagy születésnapjukat. Isten éltesse őket sokáig erőben és egészségben. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten.